Fotók, ahogyan elfogják az ukrán embercsempészeket a Tolna megyei rendőrök. A Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés elleni főosztály jelzése alapján július elején az M6-os autópálya Dunaföldvári szakaszán. Az egyik autóban az az ukrán férfi ült, aki a migránsokat szállító autó előtt ment, biztosította volna a csempészés zavartalan lebonyolítását. A másik járműben a sofőrrel együtt összesen hatan utaztak, még a csomagtartóban is feküdt egy bevándorló. A járműben a vezetőn kívül 5 külföldi személy tartózkodott, akik szír állampolgárnak vallották magukat, de magyarországi tartózkodásuk és személyazonosságukat hitelt érdemlően igazolni nem tudták. Az ellenőrzés helyszínétől távolabb kollégáim intézkedés alá vontak egy másik járművet, amit szintén egy ukrán állampolgár vezetett. A rendőrök a 2 sofőrt és az 5 migránst elfogták és előállították. Az illegális bevándorlókat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz a hatályos magyar jogszabályok alapján. A 26 éves és a 47 éves sofőrökkel, ukrán állampolgárokkal szemben embercsempészés büntet elkövetése miatt indult büntetőeljárás, őket gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A szekszárdi járásbíróság július 6-án elrendelte a férfiak letartóztatását.